Most kaparok. Mit kérsz bele? Én? Igen, mert addig azt tudom, hogy mit kér bele, de téged soha nem tudnak, mert össze-vissza kéred. És? Na, zsák, zsák, teli zsák, elefántos aranyák, elefánt. Nyolda segít, majdnem bánt, gyűrű. Zsákot lát valaki? Nem. De, van zsák, nincs zsák, mit akarsz, leső? Jó, gyűrű, halacska. Nincsen neki tavacska, kocka, itt van, lekaparom, az nem nyert. Lufi, itt van, de nevér sincsen, seprű, napocska, hát de itt nincs. Ja. Majdnem lekapartam. Korona, az van. Ez biztos nem nyert, úgyhogy le is kaparom, és le is szarom. J betű, a másik. J betű, akkor mennyit nyertem? Várjál, akkor folytassuk. Seprű, lekapartam. Napocska, lát valaki napocskát? Csak nem 50 ezret nyertem. Hát de hogy nyertem? Ez hülyeség. Harang. Virág van, virágot lát valaki? Akkor hogy nyertem? Látom, van egy vadonatú játékod. Bónusz játék. Tudjátok, mi Pokolyó új játék? Hetes szám 1500. Ja? Kicsit 1500-at nyertem az 500-asról. De miért számít, hogy 7? Oda van írva. Ja, ha 7-es számot találsz, akkor... Nyerti. Pénz, pénz, lóvé, lekaparla, kópi. Következő katica. Itt is van egy matrica. Aztán jön a delfin. Lekaparom, nyelving, azt is. Kulcs, kulcs, hol a kulcs? Nincsen te szemét, geci. Itt van a zsák, a nincsák, arany, rudacska, az mindjárt nyerek 25 millió. Korona, korona. 50 millió, ja, nem 25 millió. Hát így úgy amúgy. Így úgy amúgy. Bárhányat nyerek is, 25 vagy 50, az mind. Nyaklánc nincsen, főruglak te, kalapocska, meg a korha esernyő, nem találom a menő. Napocska, lekaparlak, lovacska, harangocska, látja valaki, nincs. Virágocska, sincs, kincs. Ez már nem nyert. Ja, de még végül is ezt lekaparhatom. 50 ezer, hát azt gondolom nem nyertem. Nem nyertem egy 50 ezeret, sajnos. Ott egy Z. Izé, ott meg egy C. Jó, ezt akkor tépjük össze, Mónikát. És most jön a... Ez a varázsfőzet 2000. Azzal sokat szoktam. Hát előfordult már, de nem vagyok egy. Ez hogy akarjál, hogy kilöttjük el a. Ez már nem nyert. Tényleg van tejem? 48, 17, 44, 33 nyada. Sekiem télen nyáron. 24 meg 25. Aztán jön a 35, 47, meg 26, seprű, meg a 22, 22, 22, rohadjál meg! Majdnem nyertem 37, 35, meg 27, dögölj meg 12, 49, soha, 22, még egy 22 lenne nyernék, de nem nyertem. 22, 26, 22, 26, rohadj meg, hogy nem nyertem, 23, 23, 34 és 21. Ez nem nyert. Hogyha a zöldbe lett volna, még ez az egy 22 lett volna, akkor nyertem volna.
100 000-et, ha ez 30-30-30-30, tehát a 4 egyforma szám lett volna, igen, akkor nyertem volna 3 000-et, és ha ez is egyforma lett volna, vagy mint 44, vagy mint 33, akkor nyertem volna 2 000-et. De ha soronként lett volna 3 egyforma, mondjuk itt 3, 16, itt 44, igen, akkor értem. Ott van, hogy mennyit nyertél volna. 8 000, 75 millió, anyád. Na mindegy. Éj, csak lazán tél. Nem ittál, Máté? Kész. Mindegy, 1500-et visszaszereztem a 4000 valamennyit fizettem, mert vettem likvidet is. Az 2000. Felét nyertem vissza. 3000 volt a sorsjegy, kutya, konzerv. Ezt csak Rottweilerek eltik. Most tettem egy kis erdei gyümölcsöt. Egészségedre, fiam! Mit akartam? Jó. Nem akar valaki tudni tenni? Kész van? Kész van, és úgy? Én akarok. Most vettem, de elmegyünk, most mindent nem kell. Kösz, virág már megcsinálja. Várom a kutyának ezt a kaját. Miért a virág? Virág a szereti. A cukkent. Cukkendári. Na, most jó, kiburult a teja. Nézzenek oda. A sorsjegyem is elázott meg egy kicsit a gatyám. Évi, a csöcsöm mindent az okol. De miért én csináltam? Nem te, én a csöcsömmel. Na, csak akkor az alkohol. A teját annyira ezt nem éltettem legalább. Meg a... Most töröljem le. Most ezt felvettem, nem? Vagy a rajta? Nem, majd felszívom mindig szájjal. Előfordul az ilyen na, nálam elmérni. Márti, mennyi, mert most én voltam a tettetlen, nem te. Hú, még a Maci is tisztára beszívta. Ez egy félszem, Maci. Azt hiszed, hogy nincs szeme, közben megnézem. Csak úgy sunyiba. Ott van, hát. Sunyiba néz. Az a sünyi ment be, mit szafogva éve. Úgy tekertem. Hát, bafok rá, itten törlöm a teádat, bakker, szenvedek, mert szétfolyik a lasztalon, te meg a sümegi mellé. Na és kész. Akkor most mi? Kapok még teát? A csomag is elázik. A szádat, azt a... Ilyen nincsen. Na, itt folyik le. Azért mondom, hát nézd oda, ennek csak tartja a kameráját, én meg itten szenvedek. Hát mi ez itten? Ne rám folyasd, így is már egy tojás. Képzeljétek el, tegnap elmentünk a Tesco-ba. Azt mondta a Karesz, azt mondja, ő megy a Tesco-ba, mondom nekem, elfogyott a mosószerem, azt mondja, menjek haza, húzzak egy cipőt, hát ebben nem mindegy, hogy hogy mutatkozok vele. A Kati azt mondja, ő is eljön. Így csinál, hát így biztos nem, melegítő, melegítő felső, papucs. Meg a papucs, az a szép prémes papucsa, vagy miért nem? Azt mondja, hogy izé. Mondom, mindegy. Azt mondja, ő vele így nem égünk. Azt, mert hogy azt mondja, a felesége, hogy néz ki. Hát mondom, most nem mindegy, hogy ki éget le. Azt mondja, beütünk a kocsiba, senki nem húzott cipőt. Azt végül is elmentünk a Tesco-ba. De nagyon kellett sietni, nem is vagy sehokat. Nagyon kellett sietni, mert a gyerekek meg edzésem voltak. Aztán kiszállok a Tesco-nál, azt mondja, mindegy, nem is olyan gáz a felszerelésünk. Kiszállok a Tesco-ból, bele akarok nyúlni a zsebembe, és mondom, de volt nálam egy jeges kávé, először azt hittem, hogy kifolyt a zsebembe. Aztán nyúlok bele, nem értem a színt, nem értem azt az egész szituációt, hát a kávét már megittam, nem is volt a zsebemben, hogy történt? Hát ki azt hittük, ja, hogy a likvid, de mondom, az se ilyen sárga. Hát kiszálltam a kocsiból teljes mértékben akkor, és nézem a zsebemet, és eszembe jutott, hogy a Christopherrel hátra mentünk a tyúkokhoz, vedlenek, ugye most már nem tojnak, egy szem rohadt tojásom volt, beleraktam a zsebembe. Kibírta az egész délután, mert még a kiki haját is levágtam. Elmentem a Tesco-ba, még akkor sem volt gond. Hanem amikor a Benny beült mellém, és a Milán az üléséhez oda nyomtam magam. Akkor lehet, hogy a hátsó ülésem szét
Nem, mert csak ez nagyon jó kabát, ez megtartja. Úgy jó? Mi ez? Tojás? Úgyhogy láttam a tojás héjat a zsebembe, akkor esett le, hogy bazzeg ez mi. Mondom a Karesznak, ekkora izé undorító, mintha lehánytak volna. Így csinál, ó, nem is látszik. A mai ő mellettem, hogy izé, nem látszik. Akkor utána azt mondta, hogy a pénzt találkozunk. Mondom, én nem is oda megyek a Tesco-ba, jó, becsaltak a Tesco-ba, azt ott adtam 15 ezeret roldékok, pedig én csak a DM-be akartam bemenni. Azt van, jöttünk ki? Én a Sántalá... Van, hát most is arról vásároltam. Én most nagyon gazdaságos vagyok, és félre raktam 80 ezeret a kocsimra, úgyhogy büszke vagyok magamra. Fölhívom apámat, érted, nagy büszkén, hogy elújságoljam, hogy apu, képzeld, én megspóroltam, én félre raktam 80 ezer forintot a kocsimra, hogy a vezérlést kicseréljem. Apám egy pillanat alatt összedöntötte a... Újságköltöttem, azt mondta. Annál rosszabb. Adok én majd neked 80 ezret, úgyis most lesz a szülinapod. Úgyhogy az a boldogság, amit akkor éreztem, hogy én összetudtam gyűjteni, és félre rakni. Jó, úgyhogy odaadtam a Krisztiánnak, meg különben elköltöttem volna. Beleléptem a földistejást, te. Ha, baszad, bocsánat meg. Na és már én rólam beszélek, hát még ide jössz, én meg pakolok, meg minden, és még takarítsak is. Még lebaszkodja a föld is olyan. Nem minden. Látod, milyen szép lett az asztal, Évi? Nem így nézett ki, mikor bejöttünk. Nem, most ragadt. Édesítővel csináltad, vagy cukorra? Cukorra. Akkor ragadni fog. Úgyhogy... Aztán jöttünk ki, azt nem is megjöttem a Tesco-ból. Üljé odébb, Karesz... szíves. Én jövök a nagy szatyorral, amit a DM-be bevásárolt. Vagy nem volt már szatyorral, hanem így tele volt a kezem. Karesz meg jön egy fürdpiszkáló doboz, meg két tusfürdő. Így csinál, én meg így fogom, de hát már megfogtam, így csinál, add már oda. Hát mondom, nem kell, hát már ráfogtam, most már tudom vinni. Azt mondja, na itt meg majd gondolják, hogy szép egy férj, ez megy a izéval. Azt az asszony meg cipelteti, mondom, már az asszonyra vigyázz, hogy fogjon le, hogy dolgozzon egy kicsit. Ez a sorsjegyem, ennyit ér a sorsom. Móni? Poharteját. Most kapok még inni, vagy mi lesz? Ja, most fogom. Én már nem adnék neked. Hát, hogy én is gondolkodok rá. Úgyis felporítja a csöcsivel. A köcsögök. Azt is mennyi muslincám van. Mi jó muslincám? Neked nem kávé? Ja, de. Semmi. Mi jó muslincám? Szokjál le a borró. Akkor nem jönnek. Nehogy a nyakamba is. Ne melegítsd meg! És hol jól van el a cukor? Keveréssel. Köszi. És kanál? Jó, nekem ne... Büntetés. Akkor már nem is kell fölkeverni. Így pont jó. Jó lesz, köszi, ne keverd nagyon fel. Ki fogod önteni, Évi? Jó lesz már, olyan fúj! Hát úgy az édesítőszert is úgy nyomja bele, hogy így... Mint a tejszíhabot, azt... A büntetésen még takarítanom is kell, azt amúgy is kell, le kellett törölni már ezt az asztalt, én csak segítettem, hogy megtettem. Annyira kedves vagy kell. Tudom. Most takarítottam a múlmétert. Nem is ragad annyira. Nem, meg kevés cukrot. Most várjál, likvidet is kijöttem. Attól simhoz meg. Alszik. Kéne még egy kis mentol. De figyelj, a végén már megvánom, hogy ide hűtlenek most. Keverjünk a térbe is, kapom. De ez a sokból az elveszett. Na, ez pont jó. Évi, adj el egy zsebit, légy. Minek? Hát... Ja, mert ebben máshogy kell tenni. Mindegy, mutassad, hova? Na most próbál. Sokat nem adok a fazek törnén, drága. Fel kell rázni, és jól.
kérdezni meg valaki ecigi gurút, hogy miért folyik ez a lófasz. Elromlott az ecigi. Itt vagy. Most sem mondtam, hogy a porlasztó. De mi a porlasztó? Nem a porlasztó miatt folyik, nem? Vagy, de várjál, porla... Hát amiatt folyhat. Hát szerintem a tank miatt folyik, nem? Hát de miért? Itt hát alul. Igen, aha, amit kinyitottál, nem? Ott folyik, bazd meg. Hát az nem tudom jobban. Hát az elromlott. És kell egy új ilyet vegyi. Hát miért te basztad el? Hát nem. Egy ilyet vegyél, baszódjál meg. De szerintem az ugyanaz, nem? De mi ugyanaz? Úgyse szívja. Elszoktam. Itt folyik, hát hiába dumálsz. Persze, akkor szoktad szívni, mint nem, a ez jó. Egy ilyet vegyél. Tankot vagy mi a faszom ez. Hát én nem. Lemerülök. Bazd meg. Tesszük tűtőre. Live-oztattam is volna. Mert a live-oztat. Most videóztam. Na most föltöltöm. Hello!